Aktív labdarúgóként több mint 300 élvonalbeli mérkőzéssel lépett pályára, és kétszer nyert Magyar Kupát. Edzőként a Biator a Vasas Kubal Akadémia, majd a Magló csapatán keresztül vezetett az útja, a Dorog Együtteség. Sindler Szabolcsa vendégem, köszönöm, hogy elfogadtad Jöget. a meghívásunkat. És a Fradi, azt hiszem, ezt kihagytam a sorból, ugye ezt itt az utóbbi időben együtt csináltad ezt a kettőt. Igen, az igazság az, hogy nagyon nagy hullámvasút volt az egész tavaszom, hiszen én a Vasas Akadémián ö, voltam vezetőedző, a Vasas U19-es csapatának voltam vezetőedzője. Rengeteg változás történt, ami nagyon hosszú, de a legfontosabb az, hogy a Vasas után következett két csapat, amit párhuzamosan csináltam, az egyik volt a Ferencváros U16-os csapata, a másik pedig a Maglód. Hogyan lehetett ezt a kettőt egyébként együtt csinálni? Miközben a Maglódban ugye arra kellett figyelni, hogy kiessen a csapat, tehát hogy ott igen, tartani. mind a két ö, csapat két külön feladat volt, az egyik, a Maglódnál az volt a legfontosabb, hogy benn maradjon a csapat. Nagyon örülök, hogy teljesítettem, nagyon nehéz feladat volt, hiszen rengeteg jó csapat van a Pest megyébe is. Tehát a Maglód az mindig este volt, délután pedig a Ferencváros. A Ferencváros hasonló volt, hiszen a nyolcadik helyen vettem át a csapatot. Valamiért belekerültek, rengeteg jó játékos van, belekerültek egy, egy hullámvölgybe, ami ami nem sikerült nekik igazán, de én úgy gondolom, hogy sikerült felráznom a csapatot. A végén a negyedik helyen zártunk, hét mérkőzésből 6-szor nem kaptunk ki, ami szerintem óriási bravúr. Hát, ha hullámvölgyeket, hullámvölgyeket említesz, akkor azért beszélünk el a válogatottól, és tényleg csak egy szóban, hogyan láttad egyébként ezt a szereplést te? Egyzői szemmel és egy ilyennel, amikor egy hullámvölgyből kell valakit kihozni. Hol vagyunk mi most a válogatottal? Kényes téma. Kényes, Kényes téma. kérdés. A legfontosabb az, az én véleményem, hogy mindig rá isan kell nézni a nemzeti csapat szereplését. Én általában mindig reálisan értékelem, a tavaly és a mostani között óriási a szintkülönbség, természetesen bármelyik magyar válogatottnak meg kell verni Andorát, de a futball azért nem ilyen egyszerű. Az értékelésen Én... mit gondolsz? Nem kellett volna ennyire örülnünk az Európa bajnoki szereplésnek, vagy kicsit jobban helyén kezelni, tudni, hogy hol vagyunk, és akkor itt most hogy gondolod ezt? Is is, szerintem mind a kettőt a helyén kell kezelni. Az biztos, hogy Magyarország a 10 millió edző országa, tehát mindenkiért a futballhoz. Nagyon, nagyon nehéz kívülről nézőként értékelni egy olyan meccset, amikor nem tudjuk, hogy mit kért a szövetségkapitány, mi volt az elképzelés. Én nézőként... Hát biztos nem az, hogy kikapjanak. Természetesen egyetlen edző nincs, aki úgy küldi fel a csapatot, hogy vereséget szenvedjen, de azt is látni kell, hogy szezon vége volt, egy olyan összetételű csapat játszott Andorába, akik korábban, ha jól tudom, nem játszottak még együtt. Na no, de hát más bajnokságokban is vége van a bajnokságnak, nem csak Magyarországon. Ez is igaz, de a szövetségkapitány kapitány tudja, hogy milyen elvek mentén halad, és neki kell eldönteni, hogy, hogy kik azok a játékosok, akik alkalmasak lehetnek egy fontos selejtező mérkőzésre. Nem kínozlak tovább, mert tudom, hogy valóban kényes téma, maradjunk a dolog egyetlen egyzőjénél. Hogyan jött képbe? Az egyik az, hogy nemrég kiirdették a proliszences felvételiket. Én akkor sejtettem, hogy lesz esélyem magasabb osztályba dolgozni, hiszen én az előző években az utánpótlásban dolgoztam akadémiákon. Biztos voltam benne, hogy, hogy, tehát egy az, hogy nagyon örültem annak, hogy, hogy bekerültem az idei proliszences 24 fő közé, ami egy, egy nagy bravúr, úgy gondolom. A másik pedig az, hogy annak is örülök, hogy, hogy kaptam egy lehetőséget Dorogon. majd László elnök úr az volt az első szempont, hogy fiatal, ambíciózus edzőt vigyen dologra. Én úgy gondolom, hogy megtalálta, nagyon optimista vagyok a csapatot illetően, és, és hát a jövő úgy is kiderül. Hát ha már a ProLiszences képzést említetted akkor Német Szabolcs, ugye ha jól tudom, ő is ott lesz e ezen a képzésen, ő is ebbe a 24, azt 24-en indultok majd most. Igen, 24-en kerültek az idei ProLiszences keretbe. Német Szabolcsot ismerem, korábban az Illés Akadémián dolgozott, szinte minden továbbképzésen ott van, tehát... Tehát sz... jó a kapcsolat. Természetesen... Mondott-e valamit a, a dorogról, dologról? Hogy adta át neked? beszéltetek -e erről is? Természetesen beszéltem vele. Egy pár mérkőzését láttam a dorognak. Nagyon pozitív volt nekem, amit láttam, egy feltörekvő csapat, remek játékosokkal, ambíciózus fiatalokkal, nagyon tetszett az a szellemiség, amit képviselt. Én úgy gondolom, hogy jó csapatot rakott össze, de ez lezárult. Nekem egy újabb csapatot kell építenem, rengeteg a kölcsönjátékos. Az első szempont az lesz majd, hogy a kölcsönjátékosokból azokat, akiket úgy gondoljuk, hogy értékesek, megpróbáljuk megtartani, és próbálunk újabb olyan ambíciózus fiatalokat behozni a rendszerbe, akik segíthetnek a csapat fejlődésében. Ugye az együttes a nyolcadik helyen végzett az MB2-ben, mi a cél most? És hát ugye már a játékosokat említetted, akkor milyen játékos mozgásra lehet számítani? Biztos, hogy lesz játékos mozgás. Én mindig nagyon optimista vagyok, különben nem lennék optimista, nem vállaltam volna ezt a feladatot. Bízom abban, hogy mi is egy hasonló jó csapatot tudunk kialakítani, mint az előző években a német szabolcs, és remélem, hogy a csapat tovább tud fejlődni. Nagyon fontos lesz az, hogy az én első leges szempontom, amit, amit kitűztem magam el, hogy mindenkivel versenyben legyünk. Tehát a dolog egy olyan csapat, én egy olyan csapatot szeretnék építeni, aki bárkit képes legyőzni, és ez a legfontosabb. Mi a cél egyébként? Tehát most még ennél a nyolcadik helynél jobb, akár dobogó, kitűztetek-e valamit? Ez, uh, kiderül akkor, amikor végleges lesz a keret, és akkor fogjuk meghatározni, hogy mi a cél. Rengeteg, mondom még egyszer, rengeteg a kölcsönjátékos, mennyire tudunk erősíteni, mennyi új fiatal jön, tehát ha a keret végleges, akkor meg tudjuk határozni a pontos célokat. Uh, ha jól emlékszem, akkor az együttesnél tavasszal leigazolták Havrá József erőléti egyzőt, járt is itt nálunk a digisportban. Ő marad? Te vagy ilyenkor a stábot hogyan változtatod? Változtatod-e? Természetesen lesz változás. Havrán Józsira számítok, mert egy remek szakember, rengeteg jót hallottam róla, én igazán a pályáról ismerem, mint ellenfél, ő támadó volt, én védőként szerepeltem. Lesz változás, rengetegen maradnak, de lesz olyan is, aki új ember, segítőm lesz, de szakmai igazgatóként segítő munkámat Tóth Csaba, aki a korábbi években a Vasas Akadémián és a Honvéd Akadémián dolgozott. Mi lesz az elképzelés? Tehát e, tudom, hogy ez nagyon függ attól, hogy milyen játékosokat kapsz, vagy sikerül összeállítani, de azért biztos, hogy van egyfajta stílusod, amit e, szeretsz bevinni a csapatba. Igen, van stílusom. A korábbi évek csapataim mindig visszaláttam olyan jegyeket, ami, amiről úgy gondolom, hogy az én jegyeim. Én nagyon szeretem a markáns csapatokat, szeretem azt, hogyha dominálnak a csapatok, és hát ö, azt tudom, hogy a tavaly évben elég defenzív játékot játszott, ami részben érthető is volt, hiszen rengeteg jó csapat van az MB2-ben, én ezen a defenzív játékon egy kicsit változtatni szeretnék, remélem, hogy a támadásban előre tudunk lépni, és akkor akár akár több gólt tudunk szerezni, mert úgy tudom, hogy a csapat védekezése nagyon rendben volt, tehát egy kicsit támadó szellemű csapatot szeretnék a pályára küldeni. Ö, ugye a Pest megye első osztályban játszott a Maglód, ö, ez most MB2. Mi a különbség a kettő között? Már ott is említetted, hogy, hogy nagyon jó csapatok játszanak. Mennyivel másabb a sebesség, az akaraterő, akár az egyzés minősége és a lehetőségek? Több osztályban dolgoztam, Játékosként zömébe az első osztályba, természetesen van különbség. Tehát el kell ismerni, van különbség, viszont ö, alapelemekben viszont nincsen. Milyen fizi tehát a fizikai felkészítésben, a taktikai felkészítésben, a mentális felkészítésben, én ahol eddig dolgoztam, én eddig megpróbáltam mindig kihozni minden csapatból a maximumot. Úgy látom, hogy a játékosok zöme kedvelt nagyon engem, de én ebben nem látok különbséget. Én szerintem egy ö, fiatal ambíciós edzőnek, nem csak nekem, de említhetem például Kondás Elemért, aki most az U16-os Debrecenbe vállalt feladatot, tehát én inkább azt mondom, hogy egy edzőnek akárhol dolgozik, mindig a maximumot kell hozni, és az teljesen mindegy, hogy megy első osztály, MB3 vagy MB1. Igen, csak az elkötelezettség sem mindegy, tehát hogy ki mennyire profi, mennyire lehet egy egyesületnél ö, tényleg profikat megfizetni, vagy közben mellette esetleg más csinálnak. Azért gondolom az mv 2 ben másokkal több, inkább. Több ez... út van, ez is igaz, több út van, de én a saját példámat mondom, hogy hogy több út van. Az egyik út, ami nagyon sok játékos számára adódik, hogy befejezi a pályafutását, és egyből élvonalba, vagy másodosztályba dolgozhat, vagy akadémián kapásból. Én a másik utat jártam, a rögösebbet, ami rengeteg tapasztalatszerzéssel járt együtt, rengeteg dolgot kipróbáltam, saját lőttet, ötleteimet, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Tehát én inkább alsóbb osztályban dolgoztam először rengeteget meccseltem, rengeteg korosztálynak voltam a szinte az U6-tól kezdve egészen a felnőtt csapatokig, és a, amit az előző hét összegyűjtöttem, mint szakmai tapasztalat, azt szeretném majd a profiligába alkalmazni. Tehát a, szerintem egy, egy edzőnél renge, óriási szerepe van a tapasztalatszerzésnek. És azért még egy gyors kérdés, hogy hogy kikre számítasz inkább a fiatalokra, vagy az idősebbekre? Melyiket érzed azt, hogy jobban tudod még formálni arra a stílusra, amit te szeretnél majd bemutatni a pályán belül? Én mindenkire számítok. Én azokat a játékosokat szeretem, akik sikeriesek, ambíciózusak, és száz százalékig oda teszik magukat a pályán. Egy példát azért szeretnék elmondani. A Vasasban az egyik felfedezettem, Klaeszt Márk, akivel egy éve dolgoztam, minden nap túlórázott, minden nap ö, egyéni képzésen vett részt, rengeteget edzett, egy vízművek után egy éves akadémiai szerepléssel válogatott tudott lenni, ami óriási bravúr, ez is azt jelzi a, szerintem a mai fiatalok számára egy jelzésérték, hogyha keményen dolgoznak és mentálisan erősek, akkor van esélyük az élvonalba játszani. Köszönöm szépen. Én köszönöm.